began in 1972. Az a videójáték. Ülni a fotelben, fogni az irányítót és meredni a képernyőre. Hallgatni a kezdetleges, mégis lágy és komplex chipzenét. A hangulatfestő effekteket. Képzeletünkkel valós alakokká formálni a bumfordi pixeleket. Utazni kreativitásunk hullámvasútján, tesztelni reflexeinket, kitartásunkat a sötét szobában, miközben odakint is csak a tücskök hegedülnek sejtelmesen a nyári éjszakában. Ma a virtuális valóság korát éljük, a Pokémon Go alig egy hónapja lett az új őrület, beleintegrálva életünkbe és közvetlen környezetünkbe a szörnygyűjtögetést, miközben a designer drog mellett kvázi az új szociáldarwinista mintaprojekté vált, hiszen az evolúció, mint tudjuk, nem ejt foglyokat. De talán az a legviccesebb, hogy most azok pokémonoznak ész nélkül, akik egy pár hónapja még gyerekesnek tartották az egészet. Az egyre fejlődő és asztali konzolra alakítható kézi konzolok, mint a Nintendo Wii U, valamint a kísérleti korát élő virtuális valóság, mely nem csak szemüveg, hanem az okostelefonok által is hódít, egyre progresszívebb szórakozási élményt nyújtanak. Én meg nálam is öregebb gépeket babrálok egy olyan korból, amit mindenki feledni próbál. Lehet, hogy igaza van a pszichiáteremnek. Ez elsősorban az FPS-ek, belső nézetű szerepjátékok és a virtuális pornó terén hozott jelentős változásokat. És nem viccelek, Japánban be kellett rekeszteni utóbbi fesztiválját, mert olyan hatalmas érdeklődés volt rá. Nyilván erről tudjátok a véleményemet. A 90-es évek második feléig viszont ezzel éppen ellentétes tendencia volt megfigyelhető, melynek nyilvánvalóan a hardverek korlátai, az internet széles elterjedésének hiánya, majd a VR Surtu, avagy a Virtual Boy döbbenetes bukása voltak a fő okai. A videójátékok kénytelenek voltak egy közös térbe terelni az embereket és leültetni őket egymás mellé. Lehet, hogy régi módi vagyok, de szerintem pontosan ez volt a szép az egészben, és egyes videójátékkonzol nem kevesebbet próbáltak meg, mint kiemelni a játékot a képernyőből. Az első nyilvánvalóan a Magnavox Odyssey volt, mely a képernyőre illeszthető fóliákkal és a társasjáték elemekkel nem feldobta a játékélményt, hanem pótolta azt, mivel az alapgép meglehetősen korlátozott képességekkel rendelkezett, később viszont az utódgép, a Magnavox Odyssey 2 és európai kiadása a Philips VideoPack G7000 már igencsak impozáns társas és videójáték hibrideket vonultatott fel. A másik módja a közösségszervezésnek a bajnokságok, melyben a Nintendo igencsak jeleskedett. A Nintendo World Championships minden idők legismertebb videójátékos bajnoksága a 1990-es évek Los Angeles-éből, melynek kártidzsei a legdrágább és legritkább videójáték kazetták közé tartoznak. A Nintendo bajnoksága ugyan impozáns volt és látványos, de ha leszámítjuk a 25. évforduló megrendezett újrázást, mindösszesen egyetlen alkalmat ölelt fel, és ezeken a ma rendkívül ritka és felbecsülhetetlen értékű cartridge-eken sincsen más, csak a Mario, a Red Racer és a Tetris korlátozott változata, valamint egy beépített számláló, úgyhogy nekem nem ez a bajnokság volt a legérdekesebb. Az Atari tagadhatatlanul a terjeszkedés, a mohóság és az esztelen költekezés híve volt, így 1982-ben az egyre inkább befektetésileg felfújt videójátékipar 80%-át uralta, de láthatóan mindez nem volt elég, mivel a Coleco, a Mattel és más cégek próbáltak mellette feltörekedni, vagy jobb gépeikkel, vagy olcsó klónjaikkal. Az Atari olyan lett, mint egy épp legtetején csimpaszkodó King Kong, ami próbálja elhessegetni magáról a repülőket. Így nem csak, hogy lelicenszeltettek mindent és kegyetlen perekbe kezdtek, de valami igen nagyot akartak robbantani, ami életben tartja az Atari 2600-ast és megmozgatja a teljes aktív játékos társadalmat. Ez pedig egy olyan videójátékos vetélkedő volt, ami sokkal több volt, mint egy videójáték, mert nem csak a játék, a konzol és egy tévé kellett hozzá,
hanem a képregény, az útmutató és nem kevés a karaterő. A három játék mindegyike kapott egy-egy képregényt, mert a történet mellett a fejtörők megfejtéséről is szolgált egy posztert, egy pólót és egy útmutatót. Apránként szedtem össze őket az elmúlt egy évben, ezért is hiányos a gyűjtemény, de a semminél lényegesen több. Mindhárom játék egy azon elven működik némi módosítással. Szobákat kell bejárni, tárgyakat mahinálni, néha ügyességi játékokat megoldani és nyomokat gyűjteni, amikhez bizonyos tárgyakat bizonyos szobákban kell elhelyezni. A játék önmagában nem hangzana túl érdekesnek, de mint ahogy az Atari Age is megírta az 1982/3-as számában, ez sokkal több volt, mint videójátékos bajnokság, ez bizony egy valódi kincskeresés. Mellékesen, szerintem még be tudok lépni az Atari klubba? 150 000 dollár összértékű nyereményekkel és egyenesen a DC Comics nyomta ki hozzá a képregényeket. Egy szóval, igazi legendát teremtettek, úgyhogy nem is kevesen vágtak neki a kalannak. De menjünk csak sorba, hogy milyen élményeket is nyújt ez a soha vissza nem térő alkalom, melyre mai szemmel csak némi sóvárgással tekinthetünk. A történet szerint Tara és Thor szülei Tyrannus király és Conjuro varázsló halálba taszította, de őket egy tolvajpár felnevelte, így a profécia, hogy megdöntik a király hatalmát, még teljesülhet. Ezért Mentor patronálása mellett össze kell gyűjteniük az öt isteni erejű tárgyat, hogy legyőzzék a zsarnok király. Mert hát ezt jelenti a neve. Mentor meg a mentor. Hát ez annyira kreatív, mint egy rókának ravasz volna neve. A varázsló meg lehetne egy kentaur. A játék célja egy karddal díszlet medál volt 25 000 dollár értékben, ehhez az asztrológia 12 állatöve által fémjelzett szobákat kell a játékosnak átrágnia, 15 tárgyat a megfelelő helyekre elhelyezni, és az így kapott nyomok alapján, melyek az oldalszámot és a képkocka számát tartalmazzák, kell a képkockákon elrejtett szavakat fellelni. Az első nyom megtalálása egyáltalán nem nehéz, csak körbe kell menni az összes szobán, és már megkapja az ember. A képregény első oldalán pedig a Prime és a Number más színű, mint a többi, vagyis a megoldáshoz csak azon nyomokat kell figyelembe venni, melynek mindkét eleme prímszám. A többihez természetesen kicsit nehezebb hozzáférni, az egyszerűbbekhez csak egy-egy tárgyat kell elhelyezni bizonyos szobákban, mások elég keményen megszivatják az ember. Végül is tök evidens, én is pontosan ezekre gondolnék, nem is csoda, hogy 5000 játékos közül csak 8 akadt, aki minden nyomot megtalált, és még azokat is megszűrve megkapta, hogy Quest in Tower Talisman Found. Közülük 7 kemény munkájuk ellenére csak a Nincs Életem díjra lettek jogosultak. Ráadásul 4 állatöv szobájában csapdák is várnak, az oroszlánnál a vízesés, mert miért is tették volna a vízöntőhöz? Ami mindenre emlékezt a vízesésen túl, szerencsére az oroszlán nyálban mindig van egy apró rés, amin éppen átférsz. A bika és a nyilas jegy szinte megegyezik, láthatlan repkedő izék ölnek meg, de ha van lámpásod, már látod őket, sőt, ha láthatatlanná tevő köpenyek vagy bőrpáncél nálad van, már nem is sebeznek meg. Számomra kissé kérdéses, hogy ez miként is működhet. Láthatlan vagyok, láthatlan vagyok! Oh. De én tudom, hogy mire használnám a láthatlanná válást. Eltennék minden befolyás embert lábalól, hatalomra törnék, és onnantól kezdve a Pokémon Go-t is csak Atari 2600-ason játszhatná mindenki. Más tárgyak, mint a kulcs vagy a talizmán engedik használni a vertikális kiáratokat, a cipelőktől hangtalanul suhansz, az amulet hatására minden kiárat egy random szobába vezet, a nyaklánc pedig semlegesíti az amulet hatását. Ami nem lep meg, hiszen ez egy fordított kereszt. A lényeg, hogy abból az 5000 emberből 8-an jutottak a döntőig, ahol a játékok személyre szabott változatot kellett megfejteniük. Végül a feladványt elsőként Stephen Bell fejtette meg nyeremény egy arany medálból kardíszítéssel. Stephen a medált beolvasztatta az egyetemi tanulmányai finanszírozására. Jó, nyilván nem a világ legegyszerűbb dolga megállapítani, mi mennyit fog érni a közeljövőben, de 5000 emberből az elsőnek lenni nem semmi, és ha egy kicsit kivárt volna, akkor valami eszméletlen összegért válhatott volna meg a nyereményétől. Én pusztán csak a részvétel tanúsító oklevelet láttam 60 000 forintnak megfelelő dollárért elkelni eBay-en, természetesen Raymond Cassar CEO aláírásával.
Fire World. Miután Tárra és Thor átverekedték magukat a földvilág szörnyei és megszerezték a kardot, valamint a Hermius nevű tolvajt kicselezték első körben, eljutottak a tűz világába, ahol Mentor és egy hamis sellek kissé összezavarja őket, de aztán Hermius kivételesen jó fiút játszik és odaadja számukra a vízvilágba vezető selleget. Odafent közben meggyilkolják nevelőszüleiket, szóval arrafelé nem érik meg mindenféle kölyöket a házadba fogadni. Ennyit a történetről, de mit is kínál maga a játék? Nos, a cél ugyanaz, adott egy szobarendszer, ami az életfáj alapján épül fel, ami a héber miszticizmus, a Kabbalah tan egyik fő szimbóluma. Éppen ezért ezt én fogom bemutatni! Zsitról? Téged a másik sorozatomban hagytalak, mi a felét kereseli? Szerintem már sokan hiányoltak, úgyhogy lefizettem a producereidet, hogy szerepelhessek. Várj! Pontosan az ilyenek miatt nem! Állandóan olyan dolgokat csinálsz a videóimban, ami alapján engem, mint szerzőt, antiszemitának gondolnak, mások meg egyenesen önigazolást látnak benned, és egy egész etnokulturális közösséget elítélnek pusztán amiatt, hogy te soha nem férsz a bőrödbe! Néci, megváltoztam, megtértem, követem Mózes tavai! Ettől félek én is, na lássuk! Ebben a játékban is van 10 szoba és 10 kincseket rejtő szoba, összesen 16 kincsel, de ebben a játékban minden kincses szobához egy akadálypálya vezet. Minden normális ember megvédi a kincseit. Oké, de ez mégiscsak túlzás. Még ha veszünk bizonyos könnyítéseket, mint például az amulett a goblin teremben, vagy a bőrpajzs a szalamandráknál, de hogy a hamis sellekkel ahhoz, hogy egyes szobákba egyáltalán eljuthass, ez több mint bizarr. De legalább van egy glitch, ami néha segít, ha a karaktert a jobb felső sarokba viszed, majd joystickot le és jobbra mozgatod, akkor a szobától a térképen jobbra fent lévő szobába teleportálhatsz, úgymond, ha egyáltalán felfogsz bármit a térképből. A pénzedért meg kell dolgozni, tudod? Mennyit számol az ember, ha intelligensen akar befektetni és nem csak az árfolyamat lesi? Jó, de itt szabályosan az volt a cél, hogy senki, de senki ne fejezhesse be a játékot. Mégis több emberre sikerült, mint első körben. Való igaz, több mint 50 ember jutott a titok nyitjára, ennek egyik oka lehetett, hogy a struktúra nem igen változott. A képregény második oldalán az At 7, vagyis összesen 7 nagyobb betűkkel lett írva, így azokat a nyomokat kellett csak figyelembe venni, amelyek esetében az oldalszám számjegyei összesen 7-et adnak. A tárgyelhelyezés jelen játék estében trükkösebb, mivel egy adott szobában el kell helyezni egy bizonyos tárgyat, vagy egy másik szobában 4 másikat. Ami úgy... 15-ből 4 faktoriálisa szorozva 4 faktoriálisával, 15 faktoriálisat elosztani ezzel a számmal, majd szorozni 10-zel, 16-val és 9-zel, vagyis 1.965.600. Ezt mégis hogy tudtad ilyen gyorsan? Szerinted, hogy számolom a pénzt? Maradjunk annyiban a játék nem csak, hogy ebből az 1.965.600 lehetőségből várja el, hogy kitörpöl 9 helyes változatot, de minden egyes tárcseréhez túl kell jutni a kígyókon, tűzmadarakon, tűzgoblinokon, késeken, szalamandrákon és sárkányokon, ami azért nem kis időhúzás. A lényeg, hogy a végső List of Chalice Power Abounds kifejezés több mint 50 fő találta meg a hihetetlen kihívás ellenére, ezért közöttük szortíroztak, mégpedig egy hihetetlen objektív módszerrel. Csak nem a beérkezési sorrend alapján húzták meg a vonalat? Nem, le kellett írnod egy levélben, hogy mégis mit tetszett neked a játékban. Kedves Atari! Az önök játéka minden szerénység nélkül a videójátékipar legszentebb égköve, mely aranylónapként ragyogja be a pixel felenket. A kifinomult, letisztult grafika, mely lágyan simogatja szemem és elkápráztatja szellemem, teszi átláthatóvá és ujjaimmal éreztővé a labirintust, mely élénkíti, frissíti tudatomat, megmozgatja agyam minden fogaskerekét, és karban tartja a szerkezetet, mely befogadja az önök játékának kényeztető hangeffektjeit, melyek hihetetlen impozáns és áttó élményt adnak a hangulathoz, mely szinte átrepít a szomszéd szobába, amikor a játékban termet vált. Az önök játéka meghatározó élmény volt számomra mára, de egész életemre, mely elkísér a sírig, melyet átadok gyermekeimnek és unokáimnak. Köszönöm, Ötal, egy örök barát. Utoljra. Tovább növelni a játékélményt, ha vetélkedni is részt vehetnék, köszönöm. Akkor te írd a télapónak is azokat a beteg leveleket! Végül Michael Rideout nyerte el a serleget, és azt mondom, nem csak az agyonbonyolított játék és a rengeteg részvő miatt érdemelte meg, hanem mert ő megtartotta a serleget, és bárkivel szívesen beszélt a versenyről, lényegesen barátságosabb volt, mint Stevenvel.
Nos, ha elolvassuk a vele készült interjút John Hardy írásából, megtudhatjuk, hogy a többség köztük Michael is tett magasra a játékra, egyszerűen nagyítóval sasolták a képregényt, megkeresni a képkockákban rejtett szavakat, próbáltak egy értelmes mondatot összerakni, és reménykedtek a győzelemben. Kezd elveszni számomra az egész vetélkedő epikussága. Ne szomorkodj, az élet utat tör magának, hogy Ian Malcolm mondta a Jurassic Parkba, és egy lusta embert választok egy bonyolult feladatra, mert az egyszerű megoldást talál rá, ahogy Bill Gates mondta, ezen nem tudsz változtatni. Lehet, hogy igazad van, és teljesen feleslegesen mardosom magam. Tessék, itt az utolsó játék, mutasd be és pihent ki végre magad. Köszönöm, Zsitró, tényleg megváltoztál. Igaz barát vagy. Waterworld. Waterworld a sorozat utolsó elkészült darab, és mivel limitáltan csak az Atari klubtagok juthatnak hozzá, meglehetősen kevés példányban kelt el kizárólag Észak-Amerikában NTSC változatban, és a legritkább kazik közé sorolják. Olyannyira, hogy a képregényen, poszterrel, útmutatóval ellátott dobozos változatok általában 100.000 forintnak megfelelő dollár felett kelnek el, és az utolsó percekben kész hiénák növelik exponenciálisan a licitet. És akkor a vámról még nem is beszéltünk, én kifejezetten őrültnek mondanám magam, és majd egy évig vártam, hogy legyen egy olyan licit, ami úgy némileg megéri, és akkor mély levegővétel mellett a Kimi Tú mellékesből megvehettem ezt a csodát, mert ugyancsak a kazetta... Várjunk csak! Ez nem is a Waterworld, hanem a Waterworld Kevin Costnerrel! Zsitról! Hol vagy? Hol vagy? Neked annyi? Darabokra téplek! Tudhattam volna, amikor eladtad a háttérhatalom ZRT-be a részesedésed, hogy valami rosszban sántikálsz. Aha! Meg vagy! Hol vagy? Hová bújtál? Csak nem hiszed az elemi játék után, hogy a kincs rögtön látható, meg kell küzdeni érte. Tudod te, hogy hány hírával küzdöttem megérte az eBay-et? Kevés! Futasd meg, hogy megérdemled! Találd meg az összes nyomot a Waterworld, a Waterworld kazira is azt tettem fel, és akkor talán visszaadom. Egyetlen órád van rá. Különben... Különben megy fel a játékot, de nem? Nem! Egyfajta finduló licit. Nem! Ja, és nem használta az internetet? Nincs de várj, ez nincs képregényem! Izé, átküldöm e-mailben. Azt hittem, hogy veszel nekem egyet! Azok a semmel nem sokat keresem, keveset követ van. Át is ment, innentől két a pályán. Köcsög! Szóval a történet folytódik, az ikrek elválnak, Tara amnéziában szenved, és Captain Frosttal fut össze, aki haján ücsörögve az élet koronáját keresi, hogy általa legyen a vízvilág királya, míg Tóra a vízvilág alá merül, ahol Aquana ex-királynővel találkozik, aki meglepő módon a korona által vágyna vissza a trónra. Herminus gonosz csapdát állít, egymás ellen úszítja a testvéreket, de végül Mentor közbeszól, visszakapják az emlékeiket, a koronát ketté törik, így társuralkodói rendszer alakul ki. Mert hát nincs is szebb dolog a naivitásnál. És hőseink repülnek tovább a légvilágba, Earthworldbe, ahol végre legyőzték Tyrannus királyt és Conjurót. A játék nyeremén pedig a szintén 25.000 dollár értékű élet koronája volt, melyet természetesen senki nem kapott meg. De ne rohanjunk ennyire előre, vessük bele magunkat a játékba. Nos, a játék nem sokat változott, viszont kétségtelenül fejlődött. Egyrészt van némi aláfestő zene, a tárgyakat már a szobában láthatjuk. Michael Rideout szerint a játék könnyebb lett az előző kettőnél, így még nekem is lehet némi esélye. A szobák meglepő módon nem szélrózsa vagy fraktál alakzat szerint helyezkednek el, hanem egymás felett, és az indiai csakrarendszert szimbolizálják, a trükk igazából annyi, hogy bizonyos tárgyak akkor válnak láthatóvá, ha túléljük a kihívásokat. Ezekből jelen csak három van, és már igazából láthattuk őket az előző játékokban, csak más köntösben, de ezeket is kihagyhatjuk, ha három szükséges tárgyat a birtokunkban tudjuk. Nos, húzhatnám az időt azzal, hogy a meglévő 16 tárgyból megtaláljam azt a hetet, melyből négyet tetszőlegesen elrendezve megtaláljam a nyomot, de ahogy a Miki is megmondta, mindenki csalt, az élet pedig utat tört magának. Úgyhogy lássuk csak a képregény lapjait. A második oldalon szerepel egy jel, a Powers of Prime, ami annyit jelent, hogy azok a képregény kockák voltak érdekesek, melyeknek sorszáma csak prim számokból épül fel, a többiekben jelen volt a kettő valamelyik hatványa. Így pedig a helyes megoldás, Heston Tower Revealed Crown. Tedd magmetét, hogy megszűnt a likviditásom!
izé, te most verekedni akarsz? Szereted? Azt fogják mondani, hogy te vagy a magyar imidzsén. Ezt már most is megkapom, sőt már az előtőt másoltam, hogy láttam volna akár egyetlen videóját is. Ennek a videónak már úgyis mindegy. Tudod, és semmi más nem akartam, csak egy normális, higgadt bemutatót a legszebb videójátékos bajnokságról. Erre mivé tetted? Jön egy tipikus hülye, aki játékra készíti a játékot bemutató szemét, amiből van már vagy ezer és több komolytalan ebben a témában. De hát a megjelenésem előtt is voltak hülye poénjaid. Részletkérdés! Nem tudom, mit akarsz tenni, de nálam van a harmadik doboz, és igencsak veszélyesnek tűnik. Ne! Tedd le! Ami abban van jó esély, azt még az ellenségednek se kívánnám! Engem viszont hajt a kíváncsiság, amit ennyire elzállnak, az bizony értékes! Ostoba! Vannak dolgok, amikor egyszerűen nem nyúlunk szabad kézzel. És rád nézve, különösen veszélyes egy olyan játék, ami térre kényszerített egy vállalatot. De most akkor megismerheted őt közelebbről. Ezekből a gödrökből még soha senki nem jutott ki. Szép álom. Jaj, tényleg? A cartridge-em? Akkor viszont ideje volna befejeznem. A bajnokságot az utolsó pillanatban mondták vissza, mint az Atari akkora igencsak megroppanó költségvetése már nem bírt volna egy ilyen volumenű eseményt. Az elődöntők győztesei $2000 kiengesztelést kaptak, míg Steven Bell és Michael Rideout fejenként $15,000, mivel a végső $5,000-os kardért való döntő bajnokságot sem tartották. Az Earl, ami zárta volna a történetet, ilyen formán nem készülhetett el, a DC rebesgette, hogy valamiként befejezik majd a történetet, de aztán ebből sem lett semmi. Felkerültek képek esetleges prototípus kazikról, de ezeknél erős a kamu hírverés esély. A játékkal kapcsolatban olyan információk láttak napvilágot, hogy a kívásokat a kínai I Ching rendszer alapján 6-bites számsor alakította volna ki, mely a karakter és az ellenfél sebességét, valamint az elfogás és elkerülés stratégiát határozta volna meg, amivel szemben erős kritika volt, hogy például lassú karakterrel, hogyan érints meg egy gyors menekülő ellenfele. Az igazán nagy kérdés persze, hogy mi történt a nyereményekkel. Hát... Basz. A legenda szerint Jack Tramiel hálószobájában látták őket, de ezt semmiféle fényképpel vagy akármivel nem tudták megerősíteni. Sokkal valószínűbb, mivel az Atari amúgy is nagyon sokkal tartott a kincsek felett tulajdonjoggal rendelkező The Franklin Mint felé, azok bizony beolvasztásra kerültek. Így lett az egészből kincs, ami nincs. És mit kapott ebből Európa? LOO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 O
póló, és úgy általában vetélkedő nélkül, meg persze egy ígéretet, hogy majd esetleg ebből is lesz valami. És ezeknek a megoldó kulcsa is egészen más, szóval a képregény, vagy bármi, amit az interneten találtok, amit eddig hallottatok, az ezekre a kazettákra nem is vonatkozott. Felvételket a flashbacken található Earthworld, illetve Fireworld változatokkal készítettem, így persze egy kicsit jobb lett a képminőség, de hát nem ez lett volna a cél. És tudjátok, egyetlen egy nagyon is ismeretlen honlap említette meg egyáltalán, hogy a PAL változat más. Hidettől kezdve egy kicsit nehezen tűrtem, mire erre az apróságra szép lassan rájöttem. Te hol van a gyom? Hát... ez a legegyszerűbb, leraktam az ikrekbe a tört, mégis miért nem működik? Ennyire hülye nem lehetek! Ja, hogy a PAL változat egészen más! Hogy lettem ennyire csacsi, két napja próbálkozok vele és nem jöttem rá! Jaj, majd egy kis ópiát segít megnyugodni. Akkor összegezzük a Swordfest-et, teljességgel felesleges túlromantizálni, még ha én eddig így is tettem. A játékok, illetve a feladványok túlságosan is egy kaptafára készültek és túl nehezek is voltak, ezért a játékosok java a képregényből hámoztak ki a lényeget. A képregény maga pedig rendkívül közhelyes és unalmas, és bevallom nektek, és soha nem szerettem azokat a képregényeket, melyek így zanzásítva közik velünk a cselekményt,
viszont maga a színes árt, illetve a szavak kreatív elrejtése mindenféleképpen figyelemre méltó. Az egész ceremónia valódi égkövei viszont maguk a nyeremények voltak. Ugyanis manapság mikor nyerheted meg azokat a relikviákat, amikért a játékban küzdesz. Az Atari nevet viszont adták és vették itt valami undorító rongyot, viszont senkinek soha, még az évfordulók alkalmával sem jutott volna eszébe, hogy ezt a történetet valamiképpen befejezze. Bár az is igaz, hogy a 35. az most jön. Egy módosított és újranyomott Waterworld, egy vadonatúj Earthworld, valamint a két veterán meghívása eszméletlen hírveréssel járna, és az Atari név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez. De a gyalázat lemosása még hátra van, ugyanis maradt még egy kis feladatom. Nocsak, még védőfelszerelést is adnak hozzá. Oltári jól nézek ki, mi? Hát tudnám, hogy fér bele ennyi minden. Hello darkness, my old friend. I have come to play with you again.